Nagy-nagy szeretettel üdvözlök mindenkit! Új 2024. június 6-án új hold az ikrekben. Az ikrek ketten vannak. Az ikrek maga a kommunikáció. Pozitív új holdunk lesz. Mondom miért? Mert az ikrekben tartózkodik mostan a napocska a nap, a hold, a Jupiter, Jupiter a nagy szerencsének a bolygója, a Merkur is, a Merkur uralkodik az ikrek felett. Tehát az ikreknek az uralkodója. És a Vénusz is, a Vénusz a kis szerencsének a bolygója, a Vénusz maga a szépség, a szerelem, a pénz, a harmónia. És ráadásul Pontosan, pontosan ugyanabban a fogban van, mint a nap, és ahol. Tehát egy fogban egyesülnek. Ez plusz fantasztikus dolog. Ez egy plusz új energiaforrás. Ez egy plusz egy új szerelem, új anyagi forrás. Tehát fantasztikus a bolygók állása, és ugyan nem lehet egyszerűen elfelejteni, hogy itt maga a Jupiter és a Pluto is, tehát ez a trigón, fantasztikus ajándékot adhatnak nekünk, de erről van külön videó a, csatorn a csatornámon, tehát videók, és még a Neptunus is segít itt nekünk. Tehát a Neptunus és a Jupiter a horoszkópunknak a, hát a két varázslója. Egyébként mindenkinek a horoszkópjában megtalálhatóak az ikrek, tehát ez egy pozitív, pozitív újhold, biztos, hogy mindenki kap valamilyen új lehetőséget, valami újba belevág, belekezd, új információt kap. Mert az új hold, ez új dolog, új dolog, és az energiája, hát az minimum két hét, tehát a következő teli holdig, vagy akár a következő új holdig tarthat. Most is érdemes három kirakást nézni, a napjegyet, az asszendest és a holdi jegyet is. Bak. A bak megkapta a hatos házat. Ez az egyik legnehezebb ház. Tehát ez a munka, a mindennapi kötelesség, a rutin, az egészség, a betegség háza is ide tartozik. A házi állatkák is ide tartoznak. Lehet, hogy itt kapunk egy új házi állatkát, egy új kis kedvencet. Na most, itt lehet új ügyfél, új vállalkozás, új munkaeszköz, lehet új asszisztenst kapunk, vagy új babysitterünk lesz, vagy új kertészünk. Hm? Ez is lehet. Valami, amivel minden nap foglalkozunk, ott lehet valamilyen új dolog, új rutin, új mód. A táplálkozás is ide tartozik, például Elkezdünk egészségesebben táplálkozni, odafigyelünk az egészségünkre, lehet elkezdünk itt sportolni, lehet új diétába kezdjünk bele. Tehát egészséges életmód is ide tartozik, mert az egészség a betegség is ide tartozik. Lehet, hogy lesz egy új orvosunk, hmm? új gyógyszert lehet kapunk. Ez is lehet. Hmm. Nagyon érdekes, nagyon érdekes, de viszont itt a bolygók állása olyan pozitív, hogy itt inkább pozitívumról beszélhetünk, mint negatívumról. És akkor mit mondanak a kártyák? Így van, a mértékletesség, a kiegyenlítődés, a harmónia, a béke. Megjelent ez a kártya, ez maga a mennyország kapuja, hátra lehet dőlni, minden rendben lesz. Élvezzük, élvezzük a júniust. Megkezdődött a nyár, és olyan gyorsan elrepül. Jókor jó helyen leszünk. Ez egy szerencsés momentum, szerencsés pillanat. És a mértékletesség, maga a mérték, Ugye itt az egészség-betegség háza is, ez a hatos ház, és ez a kártya a mértékletesség. Érdemes itt most egy picit mértéket tartani, evés, ivás, munka, pihenés között figyelni. Uh -huh. Érdemes most egyébként letenni a cigarettát, most. Tehát ez, a, ez az újhold most segít, vagy, vagy nemet mondani a a lisztnek, a cukornak, tehát nem könnyű ez, de kvázi, ha mi ezt most, most elkezdjük ebben a két hétben, akkor, akkor hogy is mondjam, most könnyebb lesz ezt megerősíteni, ezt a szokást. Tehát itt az új volt segít, segít elérni jobb eredményt. Hmm. Megyünk tovább. Azt a mindenit. A Jolly Joker az egyik kedvenc kártyám. Ász az ász lehetőség, új lehetőség, ugyanúgy, mint az új hold. És érmék, érmék, pénz, értékek, egészség. Valamilyen csoda jön. Lehet ez egy új munka több pénzzel. Ez a kártya jó pénzt szokott mutatni. Nagy összeget szokott mutatni jó egészséget szokott mutatni, jó dolgokat szokott mutatni. És a főpapnő, a hold hozzá tartozik, ahol a titok, és a legtitokzatosabb, a legmisztikusabb kártyát megkaptuk. És a második védőkártya, tehát a fenti erők védelmezni fogják a bak Csillagjegyet? Így van. Nem utolsó sorban a titok ide tartozik, ehhez a kártyához. A titok. Megtudhatjuk azt a bizonyos titkot. Fény valamire. Az intuíció most nagyon működhet itt. Nagyon csodálatos kártyákat kapunk. Egyszerűen van. A rákok is nagyon-nagyon csodálatos kártyákat kaptak, és a bak pont a rákkal szemben van. A rák viszont a bakkal. Ha az egyik csillagjegyben történik valamilyen fontos dolog, azt a másik csillagjegy is megérzi. Tehát a csillagjegyek hatnak, hatnak egymásra. Zseniális kártyák, a rónák, a rónák mit mondanak? Na nézzük, 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 mi van itt? Ás Ugyanaz a kártya. Ugyanaz. Az érmék ásza, a pénz. Itt van a róna. Itt van, itt a pénzjel, itt van, itt van, itt van. A duplán jelenik meg. Ó, ez egy csoda. Tehát ez lehet egyébként lottónyereménytől kezdve bármi. Örökség, bármi. Prémium, bármi. Lehet a munkahelyünk végre valahára jutalmaz minket, megjutalmaz minket egy jó kis összeggel. Duplán jelent meg az érmék ásza. Ez nagy figyelmeztetés, ez nagyon erős figyelmeztetés, ez brutális figyelmeztetés. És ráadásul két ilyen erős védőkártya, két nagy árkánú, és kettő darab érmék ásza a régi időkben, amikor megjelent ez a kártya, abba is hagyták a jóslást, mert tudták, hogy minden rendben lesz, minden csodálatos lesz, minden rendeződik, még annál is jobb lesz. Ezt viszont megmutatta nekünk a legelső kártya, hogy tényleg dőlhetünk. Minden, minden rendeződik. Én még a régi időket képviselem, tehát én, én ezt a vonalat nagyon szeretem. Ezzel nagyon szeretek dolgozni. Nagy dolgokat mutatnak ezek a kártyák. Nagy lehetőséget, nagy pénzt, nagy sikert, egészséget, gyógyulást mutatnak. Fantasztikus kártyák. Nem is húzzunk tovább. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Sziasztok!